Ugye emlékeztek a márciusi ifjakra, akik ma ifjak, ma azokon a sor. Akik ifjak, azok nem félhetnek. Akik ifjak, azok az ifjakért élnek. Akik ifjak, azoknak ma kell tenniük. Nem érünk rá, nincs időnk, sok a dolgunk. A következő választásokig 2 évünk van. A meccs arról szól, hogy lesz-e koherens ellenzéki értékrendszer, ami alapján leválthatjuk a kormányt. És nehogy azt higgyük, hogy 2 év olyan sok idő. Ha 2 év múlva nem akarunk egy újabb nem tetsziket mondani, ha nem valami ellen, de valami mellett szeretnénk szavazni, akkor nekünk is be kell szállnunk a versenybe. Mondjunk olyan programot, amellyel megteremthetjük az Európai Magyar Köztársaságot. Hallgassátok meg Simándi Szelimet, aki most a Milla programját ismerteti. Barátaim, honfitársaim, fiatal és idős, vallásos és nem vallásos, kisebbségi és többségi, jobboldali és baloldali magyarok. Egyetemistaként valahol mélyen mindig is irigyeltem a fiatal Orbán Viktort, aki velem egy idősen részt vehetett egy elnyomó rendszer lebontásában. Rá kellett, hogy jöjjek, hogy Orbán Viktor viszont nem irigy ember, hiszen az elmúlt 2 évben 8 nappal lát éve azon dolgozik, hogy kiépítsen egy olyan rendszert, aminek a lebontása a mi generációnk feladata kell, hogy legyen. Ez alatt a 2 év alatt több mint 1 millió választópolgár jött rá, hogy hiába a bizalom, hiába a soha nem látott felhatalmazás, hiába a 2/3 többség, a Fidesz semmit nem volt képes javítani az ország helyzetén. Ha most vasárnap lennének a választások, a választópolgárok 60%-a nem menne el szavazni. 1 millió választópolgár pedig szívesen elmenne szavazni, de nincs kire. Nincs olyan párt, amelyiket felhatalmaznánk az ország vezetésére. Nincs olyan párt, amelyikre nyugodt szívvel rábíznánk a nemzet sorsát. És nincs olyan párt, amelyikben akár csak minimálisan is megbízhatnánk. Ma én arról szeretnék beszélni, hogy milyen kiutat láthatunk. Hogyan tudjuk közösen segíteni azt, hogy a magyar politika alapjaiban változzon meg. Március elején a Védegylet, a Hallgatói Hálózat és a Milla közös konferenciáján azzal a szomorú ténnyel szembesültünk, hogy a jelenlegi kormányt és a legnagyobb ellenzéki pártok, bár sok tekintetben különböznek, mégsem valódi alternatívái egymásnak. Minden párt, amelyikben az elmúlt 20 év során megbíztunk, hatalomra jutása után bebizonyította, hogy a legfontosabb kérdésekben egyáltalán nem különbözik az elődeitől. Először is gyűlölik a civil kontrollt. A hatalmat olyan jutalomnak tekintik, amit a választók fejének elcsavarásáért kapnak ajándékba, és felháborodnak, amikor számon kérjük rajtuk, hogy mire használják ezt a hatalmat. Másodszor, a gazdaságpolitikát a rövidtávú politikai és pénzügyi haszonszerzés eszközének tekintik, miközben az ország tönkre megy a választási ígérgetéshez igazított húzd meg, erezd meg gazdaságpolitikában. Harmadszor, a strukturális reformokra a hatalmuk biztosítása után se erejük, se ambíciójuk nem marad. A jelenlegi kormánynak ugyanúgy beletörik a bicskája minden érdemi változtatásba, mint annak idején bármelyik korábbinak. De barátaim, mégis van megoldás. Mi együtt, az 1 millió független és aktív választópolgár meg tudjuk ezt változtatni. Nekünk, a hatalom nélkülieknek, a civileknek, állampolgároknak kell megállapodnunk egy nemzeti minimumban. Egy olyan nemzeti minimumban, amit számon kérünk minden olyan politikuson, mozgalmon, párton és pártszövetségen, amelyik a szavazatunkra ácsingózik. És nem csak a szavazófülkékben követeljük meg az ehhez való ragaszkodást, hanem előtte és utána is minden áldott nap. Úgy tudjuk ezt elérni, ha hangosan és érthetően,
Úgy, hogy minden politikai párt meghallja, hangosan és érthetően elmondjuk, hogy miben követelünk azonnali változást. Elmondjuk, hogy mi az a nemzeti minimum, aminek a teljesülése nélkül nem is álmodhatnak a szavazatunkról. Sem most, sem holnap, és két év múlva sem. De mégis, miről kell, hogy szóljon ez a nemzeti minimum? Mi kell, hogy az alapvető elvárásunk legyen bárkivel szemben, aki a közhatalom közelébe akar férkőzni? Követelnünk kell a sajtó szabadságának garantálását. Ne forduljon elő, hogy egy újságírónak félnie kell a korrupt politikustól, viszont a korrupt politikus izzadjon és reszkessen, és ránduljon görcsbe a gyomra, amikor egy újságíró faggatja. Követelnünk kell a valós népképviseletet. Olyan választási rendszert kell elvárnunk, amelyik nem lehetetleníti el bürokratikus akadályokkal a kispártok indulását, és amelyikben a kormánypárti szavazat nem ér se többet, se kevesebbet az ellenzéki szavazatnál. Követelnünk kell a független igazságszolgáltatást. Nem hagyhatjuk, hogy az igazságszolgáltatás a politikai hatalom furkósbotjaként működjön. Nem hagyhatjuk, hogy a bírói kinevezés a politikai lojalitás jutalmául szolgáljon. Követelnünk kell az átlátható és demokratikus jogalkotást. Ne lehessen teljes társadalmi rendszereket meghatározó törvényeket fél nap alatt áterőszakolni a parlamenten. Ne fordulhasson elő, hogy a kormánytöbbség rá se bagózik a közjóra, és a törvényeket önös érdekeket kiszolgálva személyekre és cégekre szabják. Követelnünk kell az átláthatóságot. Egyetlen forint közpénzt se lehessen elkölteni anélkül, hogy a mögött tényleges, valós és szükséges teljesítmény lenne. A közpénzek minden forintjának útja váljon láthatóvá és követhetővé mindenki számára. Követelnünk kell a szolidaritást. Mert a társadalmi feszültségeket nem lehet újabb feszültségek gerjesztésével, kirekesztéssel és gyűlöletkeltéssel kezelni. Végül pedig követelnünk kell az Európai Unió alapértékei melletti kiállást. Nem engedhetjük, hogy kicsinyes politikai játszmák miatt kiszoruljunk abból a közösségből, ahová ezer éve tartozunk. Barátaim, együtt kell kiegészítenünk és kidolgoznunk ezt a nemzeti minimumot, és együtt kell megkövetelnünk ennek az elfogadását. Egyenként és pontról pontra minden egyes olyan pártól, amelyik valaha is a hatalom közelébe akar kerülni. Ezzel tudunk véget vetni annak, hogy a legkisebb rosszra kell szavaznunk. Ezzel tudunk véget vetni annak, hogy a választópolgár a tehetetlen baloldaltól, a tehetetlen és ráadásul tekintélyelvű jobboldalhoz kell, hogy meneküljön, hogy végül onnan már csak a tehetetlen, tekintélyelvű és erőszakos szélsőjobb maradjon. Vessünk véget annak, hogy a pártok diktálják a tempót. Kényszerítsük választás elé őket. Vagy megtisztulnak, vagy a történelem szemétdombján végzik. Mindehez viszont az első lépés az 1 millió kiábrándult és kétségbeesett, de felelősségteljes és tenni akaró polgár összefogása. A következő időszakban a Milla ezt tekinti fő feladatának. Sokan vagyunk,
és sokfélék vagyunk. Ezer és egyféle véleményt mondunk el, ezer és egyféleképpen. Van, aki halkan, és van, aki hangosan. Van, aki okoskodva, és van, aki egyszerűbben. Mutassuk meg, hogy a sokszínűségünk nem gyengít, hanem erősít bennünket. Mutassuk meg, hogy az ezerféle véleményünk nem bizonytalanság, hanem mind-mind azt igazolja, amiben egyetértünk. És bizonyítsuk be, hogy az a sokféle stílus és hangnem, amit használunk, nem megosztottság, hanem a nyitottságunk jele. Arra kérlek titeket, hogy váljatok részévé a nemzeti minimum kidolgozásának és érvényesítésének. Vegyetek részt a munkánkban, szóljatok hozzá vitáinkhoz, segítsétek a nemzeti minimum részletes és teljes kidolgozását. Segítsetek abban, hogy ez a nemzeti minimum valóban nemzeti és valóban minimum legyen. Rajtunk, rajtatok kívül erre senki más nem képes. Rajtunk, rajtatok kívül erre senki más nem alkalmas. Mert mi vagyunk az az 1 millió, akik nem engedik végleg lebontani a demokratikus berendezkedést. Mert mi vagyunk az az 1 millió, akik képesek megteremteni az új demokratikus Magyarországot. Mert mi vagyunk az az 1 millió, akik nélkül nem lehet leváltani a Fidesz. De mi vagyunk az az 1 millió, akik nem adják oda a szavazatunkat akárkinek. Mert mi vagyunk az az 1 millió, aki gondoskodik arról, hogy aki a Fidesz után jön, valódi alternatíva legyen. Éljen a demokrácia, éljen az 1 millió, éljen a nemzeti minimum! Én fölnéztem az est alól, az egek fogaskerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. És megint fölnéztem az égre, álmaim gőze alól. És láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Köszönjük, hogy itt voltatok. Örülünk, hogy itt ünnepelhettük meg veletek 2012. március 15-ét. Sok mindent hallhattunk. Vigyük haza, amit hallottunk, és ne feledjük. A demokrácia lényege a részvétel. Rajtunk múlik, hogy milyen országban élünk. Ne féljünk a vitáktól, és hallgassuk meg egymást. Végezetül hallgassátok meg Petőfi Sándor Magyar vagyok című versének zenés átdolgozását, Mészáros Zsuzsa, Preissner Miklós és Tóth András előadásában. Szerbusztok, viszlát! Sziasztok! Rész nagy területén, egy kis világ maga, nincs annyi szám, ahány szépség gazdag nevelén. Magyar vagyok, természetem komoly, mint hegedőink első hangjai. Ajkamra felfelőtten a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltat tengerén, ahol szemem meg egyben ülő kősziklát lát nemzetem. Magyar vagyok, mi most a magyar, hogy dicsőség hallvány kísérlete, föl-föl tűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra óta nébe. Magyar vagyok, s arcom szégyen, belég szégyen nem kell. Magyar vagyok, itt minár nem is hallik még, hol máshol a nap már úgy ragyog.
mert szeretem, szeretem, hűlöm, szeretem, imádom gyalázatában is a nemzetemet. Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek ma. Legközelebb október 23-án találkozunk ugyanis, és a következő 100 évben. Akkor már csak velük, de úgyis miattuk dolgozunk, miattuk küzdünk. Kérünk békében és nyugalomban menjetek haza. Köszönjük a rendőrség és a mentők munkáját, akik most is éppen a dolgukat végzik. És az a kérésük, hogy ne üljetek fel a provokációnak hazafele, a Ferenciek terénél ne álljatok meg, ne álljatok szóba provokátorokkal. Nyugodtan, békében menjetek haza, fogunk még itt találkozni, és a mindennapokban való együttműködésre koncentráljatok. Sziasztok!